Olasz, szerb és határon túli magyar cserediákok töltötték meg hétfőn a titkokházát. A következő 10 nap során a gyerekek bepillantást nyerhetnek az alapvető informatikai ismeretek rejtelmeibe, emellett megismerhetik a résztvevő országok kulturális szokásait, sőt az angol nyelvet is gyakorolhatják. Köszöntőjében Mészáros Attila alpolgármester örömének adott hangot, hogy Fehérvár kitűnő kapcsolatot ápol külföldi testvérvárosaival. Nagy öröm, hogy nyilván magyar lakta, de határon túli területekről is érkeztek fiatalok, másrészt pedig olasz testvérvárosunkból, Centóból érkeztek fiatalok. Centóval kiváló a kapcsolat több tekintetben, nyilván alapvetően a katonai hagyományokra épültve, de sok iskolai és egyéb más kapcsolat is kialakult már az elmúlt években Centóval. A 21. században már nélkülözhetetlen az alapvető digitális készségek elsajátítása. Az Erasmus Plus program keretében a fiatalok kipróbálhatták a legújabb, legmodernebb digitális eszközöket a titkokházában. A digitális kompetencia fejlesztés keretében zajlik az egész Erasmus Plus program, és ennek keretében a itt titkokházában lévő eszközökkel, fejlesztési rendszerekkel, tematikákkal ismerkednek meg. Vagyis többek között VR szemüveget és 3D nyomtatót teszteltek a diákok, de Lego robotot is lehetett építeni, programozni. Zugor Zsuzsanna kiemelte, hogy ezen rendezvények fő célja az eszmecsere, vagyis fontos, hogy a megszerzett tudást megosszák egymással a partnerek, hiszen a digitalizáció útján csak közös erővel lehet előre haladni.